A választási kampány hajrájában a Jobbik Magyarországért mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje Sátor Aljaújhelyben tartott lakossági fórumot. A hetekben Pasztornicki István, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5-ös számú választókerületének számos településén volt jelen. Mint mondta, fontosnak tartja, hogy minél több választópolgárhoz eljusson a Jobbik választási programja. Igyekszünk a választókerület 98 települések közül minél többen ismertetni. Ennek a jegyében tartjuk ezt a mai lakossági fórumot is itt, Sátor-Aljaújhelyen. Utolsóként egyébként a települések közül, hát több tucat fórumot tartottunk, sajnos mindenhova nem jutottunk el. Ezúton is elnézést kérek azon választópolgároktól, akiknek személyesen nem sikerült meghallgatni a programunkat, de természetesen az interneten is hozzáférhető, illetőleg még a kampány maradék napjaiban azért igyekszünk plakátokon, szórólapokon, egyéb formában minél több emberhez eljutatni az üzenetünket. Az országgyűlési képviselő jelölt a Jobbik választási programjának pozitív üzeneteit, illetve legfontosabb pontjait igyekezett a lakossági fórum alkalmával eljuttatni az emberekhez. A megélhetést, rendet, elszámoltatást. Ennek a három pillérnek a kibontása a mai lakossági fórumnak is az egyik témája, tehát részletesen ismertetjük a munkahelyteremtési, a közbiztonsággal kapcsolatos terveinket és az elszámoltatással kapcsolatos terveinket is. Pasztornicki István kifejtette, megélhetés alatt tisztességes fizetést nyújtó munkahelyek létrehozását, a külföldre vándorlás visszaszorítását és a nyugdíjrendszer átalakítását, renden szigorú törvények megalkotását és betartatását, elszámoltatáson pedig a politikusok számon kérését érti a Jobbik az elmúlt 24 év vonatkozásában.